Megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, független parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Lezárás ellenes pártként a Mi Hazánk Mozgalom az országgyűlésben sem támogatja a korlátozásoknak a fenntartását, ugyanis azokat észszerűtlennek, több esetben következetlennek, sőt, bizonyos esetekben kontraproduktívnak is tartjuk. Mindezek ellen indítottunk aláírásgyűjtést a honlapunkon, a mihazánk.hu per lezárás ellen linken lehet ehhez csatlakozni. Az, hogy 19 órakor bezárnak a boltok a kijárási tilalom miatt, egyértelműen azt eredményezi, hogy a délutáni órákban, jellemzően a munkaidő után, 5:30 és 6:30 között óriási zsúfoltság van az élelmiszer üzletekben. Ezt a kormánynak is észre kellett volna vennie, és erre reagálnia kellett volna. Mindezt nem tették meg, ez tehát hozzájárul a vírus gyorsabb terjedéséhez, hogy ilyen zsúfoltság keletkezik emiatt az észszerűtlen intézkedés miatt. Ezért is tartjuk a kijárási tilalmat is feleslegesnek, és javasoljuk azt, hogy a boltok nyitvatartási idejét hosszabbítsák meg. Hiába beszélünk már erről több civillel együtt lassan 1,5-2 hónapja, egyszerűen semmilyen változás nem történt a lezárásokban. Ezt erényként fogalmazza meg a kormányzat, hogy kitartanak a korábbi lezárások mellett, ugyanakkor a megbetegedések száma koránt sem ugyanannyi, mint novemberben volt. Nem észszerű, hogy egy napi 6.000-6.200 megbetegedés esetén ugyanazokat a korlátozó intézkedéseket alkalmazza a kormányzat, mint amikor például akár csak 400 volt a napi újonnan megfertőződöttek száma. Teljesen érthetetlen és kontraproduktív az is, hogy nyitva lehetnek például a kaszinók, a plázák, jellemzően multinacionális cégek, például bútorboltok vagy elektronikai üzletek. Nagyon minimális korlátozás az, amivel itt élni kell. Jellemzően multicégekről van szó, de a vendéglátóiparban, a vendéglátóhelyek, amelyek rendszerint magyar kis- és közepes vállalkozások, ők semmilyen korlátozó intézkedéssel sem nyithatnak ki. Teljesen világos, hogy ezek nagy része már vagy már tönkrement, vagy tönkre fog menni a következő hónapokban, hiszen a tavalyi évben is már nagyjából 4 hónapot zárva kellett lenniük, nem fogják tudni fenntartani ezt a helyzetet. Egy vendéglátóhelyen egyszerre így sem feltétlenül tartózkodna több ember, mint az előbb említett plázákban, vagy egy átlagos élelmiszerüzletben, ebben a rendkívül zsúfolt időszakban. Tehát akár egy részleges nyitással nem veszélyeztetnénk a járványnak a további terjedését. Ráadásul ezeknek a vendéglátóipari egységeknek a működési engedélyükben rögzítve van a befogadó képességük, tehát azt is kezdeményezhetné a kormányzat, hogy csak bizonyos arányban, akár ennek a befogadó képességnek a 25-30%-a erejéig nyissanak ki ezek a vendéglátóhelyek. De még ez sem történik meg. Ahogyan az sem, hogy itt maszkban, megfelelő távolságtartással, megfelelő szellőztetés mellett a fertőtlenítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állása esetén sem nyithatnak ki, miközben látjuk azt a mindennapokban, hogy óriási zsúfoltság van más, szintén nem a hétköznapi élethez szükséges boltokban. Az is érthetetlen, hogy a bértámogatást csak februárban kapták meg, akár még a november hónapra is, jó esetben, hogyha egyáltalán megkapták azokat. Ez is mutatja a kormánynak az érzéketlenségét, és azt, hogy azok a személyes történetek sem hatottak a döntéshozókra, amelyeket egyébként közvetíteni próbált ez a szakma, és a felháborodásuk, a tiltakozásuk sem vezetett eredménye, csak akkor, amikor már valóban teljesen égett a ház. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy a bértámogatásnak a megadása kevés, és nagyon sok olyan vendéglátóipari egység van, kisvállalkozások, akiknek nem lesz elég ez a túléléshez, hiszen rendszerint más költségeik is vannak, leginkább a bérleti díj, amely sújtja őket erre az időszakra is, amikor teljes egészében zárva kellett lenniük. Sajnos tudok olyan vállalkozókról is, akik
egy fideszes vezetésű önkormányzattól bérlik az üzlethelyiségüket. Többször kezdeményeztek megbeszélést az önkormányzat vezetőivel, de válaszra sem méltatta őket sem a polgármester, sem az önkormányzatnak az illetékes osztálya, ami egészen felháborító. Az, hogy az önkormányzattól bérlik az üzlethelyiségüket, és szóba sem állnak velük, ez egy jogi abszurdum is, hogy a bérbeadó és a bérlő nem tud egymással kapcsolatba kerülni, de nyilván emberileg és morálisan is felháborító, hogy egy ilyen helyzetben szóba sem áll egy fideszes önkormányzat a saját maga bérlőivel. Érthetetlen az a lezárás is, ami az állatkerteket, vadasparkokat sújtja. Nyilvánvalóan teljesen abszurd, hogy egy kerítéssel körülvett szabadtéri állatkert vagy vadasparkban bent nem lehet sétálni, míg előtte a kerítés másik oldalán szabadon mozoghatnak az emberek, és sétálhatnak, vagy bármit csinálhatnak a közterületeken, miközben be nem mehetnek. Gyengíti a védekezést a sportolási lehetőségek rendkívüli korlátozása is, amire egyébként egy járványhelyzetben sokkal nagyobb szükség lenne, a sportolási lehetőségek bővítésére lenne szükség, mint járványmentes időszakban, de ezt is, ennek is a kontraproduktív módját választották. Az, hogy az úszodák, termálfürdők, edzőtermek is zárva kell, hogy tartsanak, és semmilyen megszorítással akár nem nyithatnak ki, szintén ezeknek az intézményeknek, az ő üzemeltetőiknek, az ott dolgozóknak a rendkívül nehéz helyzetbe kerülését eredményezi, másrésztről a lakosságot is sújtják. A velünk szomszédos Szlovéniában egyébként megoldották ezt, és ott megnyitották az uszodákat, ami hazánk mozgalom szerint Magyarországnak is e tekintetben is lépnie kellene. Az iskolákban szünetelő testnevelés órák szintén gyengítik a védekezést, a gyerekeknek is sokkal nagyobb szüksége lenne az immunrendszer erősségére, és lassan egy éve vannak olyan iskolák, ahol nem tartják meg a testnevelés órákat. A minisztérium állásfoglalása alapján egyébként erre csak szabadtéren van lehetőség, vagy korlátozott mértékben lehet a benti tornatermeket használni, de ez szintén kontraproduktív. Olyan gyerekekről van szó, akik egyébként is egymással egy zárt térben ülnek egész nap, semmi probléma nem lenne, sőt, az ő immunrendszerüket is erősíteni, hogyha ezeket a testnevelés órákat normál menetrendben meg lehetne tartani. De az, hogy a kijárási korlátozás este 8 óra után a szabadtéri sportolást is teljes mértékben megtiltja, ez szintén kontraproduktív. Hogy este 8 óra után az ember a saját lakókörnyezetében sem mehet el sétálni, futni, biciklizni, vagy bármilyen szabadtéri sporttevékenységet végezni, ez szintén nem erősíti, hanem gyengíti a védekezést. Teljesen nyilvánvaló, hogy a sportolási lehetőségeknek az ilyen mértékű összetett korlátozása, ez az egész magyar társadalom immunrendszerének erősségét csökkenti, tehát könnyebben megbetegszenek az emberek. Ezekre az észszerűtlenségekre, következetlenségekre, kontraproduktív döntésekre hívja fel a Mi Hazánk Mozgalom a figyelmet folyamatosan, és egyre többen állnak, hála Istennek, a petíciónk mellé. Arra kérem az embereket, hogy tartsanak ki, a lezárások feloldásáért továbbra is küzdjünk együtt, ezt a javaslatot pedig az országgyűlésben nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm a figyelmet!